A gyáli erdélyi székelykör 5. alkalommal rendezte meg a helyi székelyek találkozóját, amelyen a résztvevők népdalokat énekeltek, táncoltak, büszkén viselték székelységüket. A Gyálváros önkormányzata által támogatott eseményen megtudtuk, hogy egyre nagyobb arányban tartoznak az Erdélyből elszármazott családok a gyáli székelykörhöz. A program főszervezőjével beszélgettünk. Gyáli peremvárosi Holgásztó partján volt a legelső, aztán a második, az elsőn ismerkedtünk, másodikon már bátrabbak voltunk, aztán ez a harmadik itt a gyáli katolikus egyház játszókertjének nevezett templomkertben. Hát nagy öröm számomra, hogy mind az ötöt, hál' Istennek, épségben, egészségben, idén szigorításmentesen tudtuk ezt megszervezni. Nagyon sok embert várunk, legfőképp a gyálon élő Erdélyből és a Nagy-Magyarországról elszármazottakat, de igazából mindenkire nyitottak vagyunk, tehát gyáli erdélyi székelykör vagyunk, ebbe benne van mind a három név, és mindenkit nagy szeretettel várunk. Remélem sokan is lesznek, hiszen nagyon készültünk. Vásároltunk, padokat béreltünk, takarítottunk, sütöttük hajnalba a kürtös kalácsot, szentelt vizet főzettünk, és hát nagyon nyitottak vagyunk, hogy jöjjenek az emberek erre a székely találkozóra is. Kik fognak szerepelni? Hát a legszórakozottabb, szórakoztatóbb az én leszek. Én fogom köszönteni a vendégeket. Utána felkérem az alpolgármester urat, hogy a polgármester úr hiányában, sajnos ő nem tud ma részt venni, amit nagyon-nagyon sajnálok, meg sajnálunk. Ő fogja köszönteni a vendégeket, aztán Marosvásárhely szülöttje, Fábián Zoltán dalszerző és rockénekes fog egy nagyon-nagyon szép saját dalt énekelni. Aztán a gyermekkori barátnőm Szabó Ibolya, aki egy országos mesemondó, egy jó kis székely ízes népmesét fog nekünk elmondani. Víg Levente és Püsök Erika, nóta és népdal énekesek, ők ilyen erdélyi, torockói és párciumi dalokat fognak énekelni, tanítani nekünk is, mert az nagyon mindig kell. Aztán itt lesz az Arany János Néptánc Együttes kis csoportja, most a kis csoport, de a negyedik bárra várjuk az egész társaságot, az egész néptánc csoportot lesz. Aztán zárásként a Szép Szivárvány Néptánc Együttes, akikről nagyon büszkén el akarom és szeretném elmondani, hogy ők társunk a gyáli székességben. Este meg, hát 6 óra után, fél hét körül, a Fábián Zoltán, Marosvásárhely születje, de itt Magyarországon élő rock dalszerző és rockénekes fiatalember, Tököli Vajk dalíróval, szövegíróval fognak egy kis rövid előadást tartani. Nagyon sokan látogatnak el, szép az idő. Mennyire fontos ezek a találkozók itt Magyarországon? Hát roppant fontosak, főleg ebben a nehéz helyzetben, amikor el is voltunk egymástól tiltva, nem tudunk testvérkezet nyújtani, nem tudunk megölelkezni, barátságban együtt összeülni, mint régen, viszont most minden adott erre, tehát nincs megtiltva, nincsenek ezek a találkozók, a székelység, büszkén viselhetjük a zászlainkat, lobogtathatjuk, a ruháinkat büszkén viselhetjük, hiszen csak támogatnak bennünket. Csak nehéz kicsalni az embereket, főleg a székely embereket, egy kicsit nehéz kicsalogatni a házukból, de most nagyon nagy terveink vannak, idén több családot is megkerestünk gyálon, és kértük, hogy a szervezethez csatlakozzanak. Hál' Istennek örömmel vették és boldogan jöttek, hiszen szükségünk van nekünk is, és nekik is, hogy azt érezzék, hogy ide tartoznak ehhez a családhoz. Sok munka van benne, sokat dolgozunk a szervezettel, de hál' Istennek támogatóink vannak, ezért csak arra vágyunk, hogy jöjjenek ki a gyálon élő, Erdélyből elszármazott székely és nem székely családok. Az önkormányzat is támogatja, nagyon szépen köszönök itt is, és mindig, és sokszor. Igen, hát az utánpótlás nagyon fontos. Az is tervben van, hogy név szerint fogom megszólítani őket, hiszen a fiatalok nagy örömmel veszik, a gyermekeink nagy örömmel veszik ezt, hogy tudják, hogy tervben van, hogy őkkel ezt tovább vigyék. És hát mi mindent megteszünk ennek érdekében, és nem csak mi, hanem az önkormányzat, a Williams TV, a Börcsök Kata, tehát mindenki, aki csak tud erről a szervezetről, mindenki támogat bennünket.
A megjelenteket Nagy József Elek alpolgármester köszöntötte, majd Szabó Ibolya mesemondó ízes népmesét adott elő egy székely asszonyról. Itt Benedek Elek apunk, aki nagyon nagy kincseket hagyott ránk, na ebből hoztam én ide nektek, de csak úgy adom oda, ha a szüveteket kinyitsátok. Úgyhogy most nyissátok jó nagyra, és a kincsekkel táplálkozzatok, mert ilyet, amit itt, meg téltúl szanaszét esetleg találtok, azokat, ha megőrzitek, biza a nehéz időkben fel tudjátok használni. Egy olyan mesét hoztam most ide nektek, hát miről ezt szólhatna, mint a székely asszonyról magáról. Na hát hol volt, hol nem volt abban a régi világ, amíg nagyanyám mesélte, képzeljétek el, hogy ott, amikor még a szójes egy érték volt, csak észfogáses, hát abba a világba bizony nem úgy volt, mint most. Ott a legényt, a leányt összeboronálták, ahogy tudták, na. Hát ez is akkor történt ott Tündérország kellős közepébe, szép madé falván. Egy legényt összeboronáltak egy leánya, de nem tudta ez a legény, hogy kit veszen el. Ügyes volt a leány, szépes volt, mindene meg volt, csak egy hibája volt neki, képzeljétek el. Mindent visszájára csinált. Na de hát úgy volt a székely ember vele, hogy ő Móresre tanítsa, gondolta ő. De hát nem olyan egyszerű a székely asszonnyal. A szervezők előre is tekintettek, megtudtuk, hogy a kosaras székely bált október 29-ére tervezik. Október 29-ére tervezzük a negyedik székelybált, ötödik lenne, ha egy év nem maradt volna ki. Ott is minden adott, a gyári sportcsarnok 500 embert is befogad. Mindenki jöhet, aki. Az volt a probléma, hogy eddig az első két bálon, három bálon, mivel a közösségi házban volt, nagyon szerettünk ott is lenni, nagyon jó az akusztikája, meg szép a közösségi házunk, de hát nem fértünk el. Megharagudottak emberek, nem fértünk el, kicsi a közösségi ház, és hál' Istennek gyár nagyon nagy, és nagyon sok székely és erdélyi ember él itt. Ezért ott van a gyönyörű szép sportcsarnokunk, idén ott fogjuk megszervezni, tehát október 29-én este, és nagyon reméljük, hogy semmi vész nem fogja megakadályozni ezt a székelybált, hiszen Gyálváros 25 éves, ezért egy nagy volumenű, látványos és jó hangulatú bált szeretnénk szervezni, jót mulatni, jól érezni magunkat, egymás kezét fogva énekeljük a himnuszainkat.